Nyílt napot szerveztek a nagyberegi református líceumban. A református egyház által működtetett intézményben az idei volt a negyedik alkalom, amikor a felvételizni kívánó diákok és hozzátartozóik is betekintési lehetőséget kaptak az iskola felépítésébe és tevékenységébe. A nyílt nap apropója az az, hogy mint minden évben idén is felvételt hirdettünk a Nagybereg Református Liceumban, a 8, 9 és 10. osztályosok számára, akik ebbe az osztályba jelentkeznek. És sok éven keresztül azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne színesebbé tenni a felkészülési időszakot, hogyan lehetne valahogy jobban betekintést nyújtani a diákoknak az iskolai létbe, mert sokat hallhatnak rólunk a rádióból, esetleg az újságokból, de azért nem minden juthat el hozzájuk, és nem első kézből kaphatnak információkat. Ezért úgy döntöttünk, hogy nyílt napot hirdetünk, és idén negyedik alkalommal hirdettük meg, tehát 4 évvel ezelőtt indult el maga a nyílt napnak a gondolata, és azóta évről évre azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon áldásos alkalom ez, együtt tudunk lenni szülőkkel, diákokkal, és egy pici betekintést tudunk valójában nyújtani az iskola életébe. A mai nap reggel 10 órától vette kezdetét, köszöntéssel, amit majd egy áhítat követett. Az áhítatot a vallástanárunk tartotta, mert fontosnak tartjuk azt egyház intézményként, hogy Istennél elcsendesülve kezdjük az alkalmainkat. Ez a mindennapokban is így van. És mivel betekintést akarunk a mindennapokban nyújtani, ezért nem kezdődhetett ez a mai alkalom sem másképp. Ezt követően pedig az iskolában működő Aranykéve Néptánc Együttesnek a bemutatására került sor, amely második éve van jelen az iskola életében, Orosz Péter tanár úr koreográfusnak a közbenjárásával, hatható segítségével, amit az iskola bemutatása követ 3 szempontból. Első részben az oktatásról esett szó, amit én magam mutattam be, ezt követően az iskolán kívüli, osztályon kívüli tevékenységeknek a bemutatása, a diák presbitériumnak a tevékenységének a bemutatása következik, illetőleg lehetőségekről, utakról, pályázatokról esik szó Orbán László tanár úrnak a közreműködésével, majd az iskola bemutatása az a aligazgató Makó András tanár úr részéről történik, ami nem más, mint a hitélet, illetőleg a nevelésnek a kérdései. A líceumban az oktatás mellett a legnagyobb hangsúlyt a vallási neveltetés kapja, amelynek mindig meg is volt a gyümölcse, akár az iskolára, akár a kárpátaljai közösségre nézve. Mivel egy református intézmény vagyunk, és igazából a hitélet az a kerete az egésznek, tanulás mellett nagyon fontos szerepe van az igének a liceum életébe. Ezt már láthatjuk azzal, hogy reggel az első óra elején, ahogy a tanár bemegy, egy áhítattal kezdődik az óra. Ugyanígy van lehetőség szünetekbe is beszélgetni a diákokkal, nevelők beszélgetnek a diákokkal, tanárok, hogyha valami problémájuk van, nem jól sikerült az óra, tehát igazából lelki téren ott vagyunk a diákok közt. Az ige megjelenik ebédkor is, tehát vagyis étkezéseknél imával kezdjük, imával fejezzük, ebéd végén igeolvasás is van, és esti időszakokban pedig vannak ifjúsági bibliaórák, amik nem kötelezőek, de akik szeretnének ezen részt venni, minden osztálynak külön vannak ilyen alkalmak, ahol felvetjük azokat a problémákat, amik őket érdeklik, természetesen az ige fényében. Egész hét alatt erre van lehetőség, és még lefekvés előtt is van közös csendesség. Ez sem kötelező, aki szeretne részt venni, eljöhet erre az alkalomra. A hét folyamán csütörtökön és vasárnap kötelezően részt kell venni istentiszteleten, ahová együtt megyünk, mivel a liceum közelébe van a templom, erre lehetőségünk van, és nem kell sehová utazni, tehát ez nagyon jó számunkra, és a nagyberegi gyülekezetnek a lelkésze, ami lelkész igazgatónk is, tehát itt van a közelünkben. Őróla annyit szeretnék mondani, hogy a Tóth László lelkészről van szó, aki viszont bennünket lelki gondoz, és itt van a körünkben, tehát tanárokat és nevelőket. Nagyon fontos az is, hogy azt is elmondanom, hogy
Az év folyamán szervezünk olyan csendes hétvégéket, ami például most is van ezen a hétvégén, amikor külön előadókat hívunk bizonyos témakörökben. Jelenleg az okkultizmusról beszélünk, amivel nem mindig találkoznak a diákok, és nehéz téma, de viszont találunk olyan előadókat, lelkészeket, akik erről tudnak beszélni. Ezen kívül más alkalmak is vannak, ami nem biztos, hogy pont kijelentjük, hogy most ez egy lelki alkalom, de háttérben ott vagyunk. Minden programot, amit szervezünk, lehet ez egy fordított nap, lehet ez egy játék délután, minden Isten áldásával történik, őtőle kérjük el ezeket a programokat, tőle kérünk áldást ezekre a dolgokra, és természetesen olyan tanárokat is, nevelőket keresünk ebbe az intézménybe, akiknek fontos a Isten, és akik igazából őt szeretnék követni, és így ezt a tanítást szolgálatnak is veszik. Diákoknál nyilván tudatos döntés az, hogy egy református intézménybe jönnek, és önöknél az önök tablóit is végignézve nagyon sok olyan arcot látok, akik később református tiszteletes lett. Hozzávetőleg hány református tiszteletest adott az elmúlt években a Nagyberegi Református Líceum a kárpátaljai és a kárpát-medencei közösségnek? Mivel már egy pár éve működünk, ezt most így jelenleg nem számoltam össze, de azt meg tudom mondani, hogy nincs olyan év, amikor ne menne el tőlünk felvételizni egy diák, vagy több diák is lelkészi szakra, vagy hitoktatói szakra. Tavaly is volt, idén is lesz, és ez nagy öröm számunkra. Az, hogy ott lehetünk mellette, vagyis ezek a diákok mellett, átimádkozhatjuk ezt a döntést, megkérdezhetjük, hogy tényleg így gondolják el, mert ez egy nagyon felelősségteljes szolgálat, és együtt gondolkozhatunk, együtt beszélhetjük meg, és ez nagy öröm, amikor úgy térnek vissza, hogy azt mondják, hogy a liceum sokban segített ebben nekik, hogy meghozzák ezt a döntést. A nyílt napon megjelent nebulók nem csupán az intézmény oktatási mivoltjába tekinthettek be, hanem lehetőségük nyílt arra, hogy megismerkedhessenek jövőbeli tanáraikkal, valamint a most líceumban tanuló fiatalokkal is, kikkel saját tapasztalataikról és élményeikről beszélhettek. Azért választottam ezt a liceumot, mert szerintem rengeteg lehetőség van benne, amellett, hogy Kárpátalja egyik legjobb intézménye, és a legerősebb diákok kerülnek innen ki, és nagyon nagy a továbbtanulási arányunk is. Amellett a lelki dolgokra is nagyon nagy figyelmet fordítanak, valamint a közösség is elég összetartó, és nagyon befogadó és nyitott. Bár a nyílt nap lezárult, viszont az érdeklődőket a liceumban továbbra is várják. A felvételi követelményekről és időpontokról a Nagyberegi Református Líceum honlapján találhatnak további információkat. Ha a csendes ellenreformációról beszélünk, akkor azt el kell, hogy mondjam, hogy az ahhoz az időhöz kötődik, amikor kikergetik a törököket Magyarországról, és vége szakad az erdélyi fejedelemségnek. Az erdélyi fejedelemség egy olyan hely volt, ahol nagyon toleránsok voltak. Éppen Erdélyben születik meg az első vallási béke. A tordai országgyűlésen már a 17. században találkozunk azzal, hogy vannak bevett vallások, és a katolikus, luteránus, református, unitárius, és még a keleti vallásokra is hatással van ez a rendelet, ez a tordai rendelet, amikor biztosítja a jogaikat. És valóban az erdélyi kor, a bátoriak, a bocskaiak, a Betlen kora, az egy virágkor volt az erdélyi és kárpátaljai magyarság számára. Természetesen tudnunk kell, hogy volt időszak, amikor Kassa volt az erdélyi fejedelemségnek a központja, nem hiába Rákóczit ugye oda temetik. És egy nagy türelmesség volt. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltak surlódások a felekezetek között. Nagyon sokszor megpróbálták megnyerni a felekezeteket, vagy a vezetőket egyik vagy másik fejedelemség
ugyebár egyiket vagy másikat támogatta, de legtöbb esetben ezek bölcs emberek voltak. Így a katolikus Rákóczi az tudott nagyon nyitott lenni, és hogyha megnézzük mondjuk Sárospataknak a történetét, hogy virágzásnak indult például a sárospataki kollégium, ahova Janomos Kominskit is el tudták hívni, és ugye Lorántfi Zsuzsanna, aki a korának az egyik legműveltebb asszonya volt, több nyelven beszélt, levelezett, és teológiai gondolkozásában ugye ilyen pietista, puritán, református volt, és ugye tudjuk, hogy volt időszak, amikor Munkács is, és a környezetünk is alájuk tartozott, tehát ők uralkodtak, és ő a tudományosságot, az iskolázottságot, az egyszerűséget, és ugyanakkor a gyakorlatiságot valósította meg magában. És természetesen ennek a nagyon toleráns kornak a vége akkor szakad, amikor a Rákóczi szabadságharc után ugye megbukik, ugyebár ez a szabad gondolkozás, és tudjuk, hogy a Rákóczi szabadságharc idején nagyon toleráns egyházi törvényeket hoztak. És utána jön harmadik Károly és Mária Terézia. Az ő korukat szokták nevezni csendes ellenreformációnak. Mindketten 40 esztendeig uralkodtak, és nagyon mostohán bántak a protestánsokkal. Mária Terézia korában a 40 év alatt 1450 templomot vettek el a protestánsoktól. Tehát volt a 17. század elején egy lista, az úgynevezett artikuláris helyek. Attól függően, hogy a város az milyen rangú volt, ha polgári rangú volt, ha nagyobb rangja volt, akkor megválasztatta, hogy ő milyen vallású lesz. És ezek be voltak írva egy listába, és ezt a listát próbálták mindig jobban-jobban rövidíteni. Nem lehetett templomokat renoválni a királynő segítsége nélkül. De ha valaki megpróbálta, akkor elvették, mert megszegte a jogokat. Egyetlen egy templom épült összesen Magyarországon, azt is úgy oldották meg, hogy tudták, hogy Mária Terézia szereti a teknőc levest, és ezért vittek két szekér teknőcet bejegelve, és akkor kérdezték tőle, hogy ő kérdezte, hogy mit szeretnétek, és akkor azt mondták, hát szeretnénk egy templomot, úgyhogy így született egyetlen egy templom az ő uralkodása alatt, és egyébként Mária Terézia kora az abszolút felvilágosodott abszolutizmusnak a kora lesz, különösen a vége fele, és egy érdekes dolgok születnek. 1773-ban betiltják a jezsuita rendet, amely egyébként protestáns üldöző volt. Az egész Európában betiltják a hatását, és igazából érik a változás. Mária Teréziát apostoli királynőnek szokták titulálni, és nagyon sokszor úgy ábrázolják, hogy ott a kezében a kis templom, mert ő alatta épült annyi katolikus templom, mint amennyi Szent István idejében. Ő telepít svábokat és az elszegényedett vidékekről katolikusokat Kárpátaljára, és igazából nagyon sok katolikus gyülekezet úgy jelenik meg újra Kárpátalján, hogy ő telepíti be őket, privilégiumokat ad nekik, akkor jelennek meg az úgynevezett német ajkú keresztények nálunk, és ez egy kicsit megváltoztatja a demográfiáját ugye Kárpátaljának és Magyarországnak. Egy ilyen visszahódítás történik, ilyen csendes, lassú módszerekkel, és ezért a protestánsok azok nem igen szeretik Mária Teréziát, míg mélyen tisztelik a római katolikusok. Tehát ez a 80 év, ez sokat ártott a protestantizmusnak. Nem lehet külföldre menni tanulni akkoriban a papoknak, úgyhogy szökni kell, és úgy kikerülik ugyebár a fő utakat, és Lengyelországon keresztül jutnak ki igazából, de akkor nem tudnak visszajönni.
Az egyik legszomorúbb időszak az úgynevezett gyász évtized volt, az igazából még a véres ellenreformációhoz tartozik, 1670-től 1680-ig tart, amikor a pozsonyi bíróság elé citálnak 700 protestáns papot, és ezekből nem megy el mindenki, átláttak a szitán az emberek, a hívek nem engedik a papjaikat, de mintegy 80 embert azt elítélnek, és akkor megjátszák ezt, hogy halálra ítélik, aztán felmentik, halálra ítélik, felmentik, és természetesen mindig azt mondják, hogy térjenek át a katolikus vallásra. Moldova György írt erről egy könyvet, a 40 prédikátor az a címe, nagyon sok kárpátai nevezetűt találunk benne, Huszti Munkácsi, és ilyen nevekkel találkozunk a listában. Ezek az emberek elítéltetnek, mezitláb télen mennek át az Alpokon Itáliába, ott megépítik a saját börtönüket, aztán eladják őket gályarabságra. A gályán egy év alatt általában meg szokott halni az ember, és ezek ott vannak 5-6 évig, míg egy Deruyter Mihály nevezetű holland tengernagy, egy legendás tengernagy, egy nagyon jó filmet készítettek róla, mindenkinek ajánlom. Ő vásárolja meg ezeket a rabszolgákat, ezeket a lelkészeket, és így térnek ezek vissza. Tehát vannak szomorú pillanatok is. A debreceni nagytemplom háta meget van egy emlékmű a számukra, és amikor II. János Pál pápa a 90-es évek elején, 91-ben a nagy templomba Debrecenben felszólalt, akkor megkoszorúzta ezt az emlékművet, és akkor elhangzott a felhívás, és egy ilyen gondolat is, hogy hát voltak hibák. Mindig mindennek két oldala van. Hála Istennek ma a 21. században látjuk azt, hogy együtt tudunk működni, és ez egy olyan tananyag az egyházak számára, ami nem szabad, hogy megismétlődjön, és igazából ennek vége szakadt, ennek a üldözés korának, mégpedig úgy szakadt vége, hogy Mária Teréziának a fia József, a kalapos király, az, aki új türelmi rendeletet hoz, és ez majd új lökést ad a protestantizmus életének és fejlődésének. Róla fogok következő alkalommal majd szólni. Elkészült a kétfogásos ebéd a Derceni Református Egyház Tabita diakóniai központjának szeretett konyháján. A tejben rizs és a spagetti forrón kerül a hőszigetelő edényekbe. Elsőként ugyanis azaz 54 rászoruló vagy beteg ember kap belőle, akinek minden hétköznap házhoz szállítják a meleg ebédet. A fogyatékossággal élő Dóka Margitról évek óta gondoskodik a gyülekezet. Már meghalt apám is, anyám is. Régen meghalt. Már 3 év apu is, hogy meghalt. Szokott főzni magának? Hát nem, a testvérem főz. Tudok enni, hántani krumplit, meg olyasmit tudok. Meg vetünk munkahozok el, mert nagy tereket halljon. Az ukrán állam 2 éve megszüntette az iskolás gyermekek ingyenes étkeztetését. Ekkor Zsukovszki Miklós lelkipásztor a gyülekezettel egyeztetve úgy döntött, hogy a szociálisan rászoruló családok gyermekeit ingyenes ebédben részesítik. Jelenleg 18 ilyen gyerek étkezik itt. Az adagokat sokan meg sem bírják enni. Nagyon meg vagyunk elégedve a sok étellel, és nagyon finomokat adnak minden nap, és mindig, amikor megyünk, mindig jó az imádság is. A szeretett konyha 11 éve működik.
A lelkipásztor szerint most talán még nagyobb szükség van rá, mint amikor létrehozták. Azt láttuk, hogy nagyon sok olyan idős rászoruló ember van, akinek kevés a nyugdíja, aki nem tudja fenntartani magát, szinte a rezsire se futja ezekből a nyugdíjakból. És hát így kezdtük meg a támogatást, de én titkon bíztam abban, hogy az évek során egy kicsit jobbra fordul a helyzet, de sajnos én már 5 éve, mióta elkezdődött a kelet-ukrajnai konfliktus, és a fiatalok, a munkaképes lakosság nagy része, hát ideiglenes munkára, de külföldre távozott, és még több beteg, öreg, magatehetetlen ember maradt ránk. Akiket sok esetben az önkéntes segítők vagy a 4 diakónus egyike lát el. A diakónus testvérünk Gyula az behordja a mosnivaló ruhákat, és akkor ugye itt kimossuk, és a tiszta ruhát úgy visszavisszük, és amikor van szabad percem, akkor itt segítek be a konyhán. 14 éve a segítségnyújtás szándékával hozták létre Dercemben Kárpátalja egyetlen önkéntes tűzoltóságát. Azóta csaknem 500 bevetésen vannak túl. A csapat igazi közösségé kovácsolódott. A magyar emberbe beivódott az, hogy a másikon segítsen mindig. Hogyha baj van, nem úgy csináljunk, hogy hát most akkor nézelődjünk, vagy nem tudom, hogy hát örüljünk a más kárán, hanem minél hamarabb odaérjünk, és akkor segítkezzünk. Zsukovszky Miklós lelkész a tűzoltóság alapítója és vezetője is. Azt a tűzoltóautót mutatja, amelyet néhány hónapja kaptak ajándékba a hollandiai kollégáiktól. A korábban használt Magyarországról kapott járművet pedig egy másik községnek ajánlották fel. Eljutott hozzánk egy olyan vágy Mezőváriból és térségéből, hogy mivel ott se nagyon jó a lefedettsége a tűzoltó szempontból a környéknek, hogy szeretnének létrehozni egy tűzoltó csapatot, és a régi Csepel Tű-11-es gépen fecskendünk, ami 12 esztendeig nálunk teljesített szolgáltat, tovább folytatja az életét, és én hiszem, hogy a magyarságunkat és abban az aktuális helyzetben rászóló embereket hatékonyan tudja segíteni tovább. A 6. budapesti székelybálon az egyik kedvezményezett a Derceni Református Egyházközség volt, és így 1 millió forint támogatást kaptak. Nagy öröm ez a számukra. A tiszteletes szerint ebből az összegből az év végéig biztosította a szeretett konyha működése, és talán még az önkéntes tűzoltóság kisebb fejlesztéseire is jut majd belőle.